Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket itt a Startban. Én remélem, hogy ma reggel is velünk ébrednek. Mondjuk, ha ezt hallják, amit most mondok, akkor feltételezi, hogy úgy döntöttek, hogy ma reggel velünk ébrednek. És ahogy megszokhatták az adásunkat, mindig lapszemlével kezdjük, hogy Önök gyorsan, röviden képbe kerülhessenek, hogy mik ma a legfontosabb témák. És aki a segítségünkre van mindenben, Tóth Bertalan, az MSZP frakció vezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyorsan, hirtelen korán reggel megnéztem a lapok címoldalát. Számomra meglepő módon egyik lap sem foglalkozik vele, de azért mindenképp szeretném, hogy picit beszélnénk róla. Ma lesz Göncz Árpád temetése, és ugye tudjuk, hogy a tegnapi nap részben arról szólt, hogy Mécs Imre mond-e beszédet, vagy sem. A történet lényege röviden az, hogy ő szeretett volna egy olyan beszédet mondani, amelyben a jelenlegi közállapotokra is utal, feltételezem, hogy aktuál politikai kérdéseket jelentett volna ez. A család azt kérte, hogy ezt ne tegye, és végül is Mécs Imre ezt a döntést hozta meg délutánra, hogy mégis mond beszédet, de csak egy személyes hangvételű beszédet. A teljes beszédet később a Kossuth téren mondja. Mi erről Önnek a véleménye, hogy azt kérte a család, hogy olyan beszédet ne mondjon Mécs Imre, amely ilyen esetleg aktuál politikai kérdéseket is érint? Személy szerint teljesen meg tudom érteni, hiszen egy temetésről van szó, és ilyenkor a család kérései azt gondolom, hogy elsődlegesek. Mondjuk önmagában Göncz Árpád végakarat és a család akarata, hogy ne egy állami temetés legyen, az egy üzenet, de az, hogy aktuál politikai kérdések szóba kerüljenek, ez a család döntése, de úgy tudom, hogy meg fogjuk ismerni Mécs Imre eredeti gondolatait, legalábbis ő ezt közölte, hogy a későbbiekben ezt nyilvánosságra fogja hozni. És akkor most pedig nézzük a lapoknak a címoldalát. Több újságnak is a címoldalán szerepel egy demográfiai fórum, legyünk őszinték, azért ez nem jellemző, hogy egy demográfiai fórum címlapon szerepeljen, viszont nyilvánvalóan amiatt szerepel a címlapokon, amit Orbán Viktor mondott. Ezen a héten egyébként volt tudományos konferencia, és most van demográfiai fórum, tulajdonképpen ahol a miniszterelnök megszólal, mindegy, hogy mi az eredendő tárgya a konferenciának, alapvetően az biztos, hogy a bevándorlásról, a menekült kérdésről szó esik. És ezen a bizonyos konferencián Orbán Viktor azt mondta, hogy Európa csak a családokra építheti jövőjét, nem a bevándorlásra. Önnek mi erről a véleménye? Mennyire lehet a demográfiai kérdést úgy megközelíteni, hogy ezt kezelhetjük, ezt a problémát a bevándorlással? Hát nagyon fontos lenne, hogy a demográfiai probléma folyamatosan a címlapokon legyen, hiszen ez nem csak Magyarország számára, hanem egész Európa számára egy probléma, hiszen egyre előregedik az európai és a magyar társadalom is, és kevesebb gyermek születik. Ez egy kiemelt és fontos ügy, amiről azt gondolom, hogy folyamatosan kell beszélni. Az, hogy ezt megint ugye a Fidesz szerint bevándorlási, az én álláspontom szerint menekült válsággal kapcsolatban hozzák összefüggésbe. Ez megint egy aktuál politikai történet. Az, hogy minél több gyerek szülessen, és a családok minél jobb környezetbe és közegbe tudjanak élni Európában, ez egy kiemelten fontos dolog, de egy menekült válság az nem feltétlenül a bevándorlási és egy demográfiai problémával hozható összefüggésbe, az egy külön történt. Ezeket az alkalmakat azt gondolom Orbán Viktor mindig megragadja, hogy tudjon beszélni a menekült válságról olyan szempontból, ami az ő politikai érdekét szolgálja. Ön azt mondja, hogy ez a két kérdés külön történet, de ennek ellenére, hogy alapvetően külön történet, természetesen törvényszerűen napjainkban mégiscsak összekapcsolódik. Szabad-e a demográfiai problémát úgy megoldani, hogy azzal számolunk, hogy menekülteket telepítünk be? Azt gondolom, hogy a menekültek betelepítése eleve egy rossz fogalom, hiszen a menekültek, amikor eljönnek az otthonukból, mert ott az életük közvetlen veszélyben van, akkor ők nem feltétlenül elsősorban azért jönnek el onnan, hogy egy másik országba letelepüljenek. Ugye itt is arról van szó, hogy nagyon sokan szeretnének visszatérni a saját otthonukba. A menekült státusz sem azt jelenti, hogy letelepednek egy adott országban, hanem egy időre menekült státuszt kapnak, mindaddig, amíg a saját országuk biztonságossá nem válik. Tehát ön szerint mondjuk, ha 2-3 év múlva Szíria biztonságos ország lesz már, akkor ők vissza akarnak majd menni? Én azt gondolom, hogy vissza akarnak menni, igen. Tehát a saját otthonukat kellett otthagyni, ráadásul a menekült státuszuk is abban az esetben megszűnik. Idéznék még egy mondatot ugyancsak a miniszterelnöktől, és ugyancsak erről a konferenciáról. A bevándorlók korlátlan beengedése veszélyes gondolat, aminek komoly ára lenne, mert ez egy olyan életfelfogást telepítene ide, amely felborítja a kontinens egyensúlyát, kultúráját, másképp gondolkodik a munkáról, az emberi kapcsolatokról, nem beszélve a családról. Mennyire ért Ön egyet ezzel? Én nagyon bízom benne, hogy Németországban, Ausztriában és Angliában nem így gondolkodnak az ottani
magyar valóban bevándorlókról, akik a gazdasági megélhetésük miatt mentek el Magyarországról. Itt menekültekről van szó. Itt megint ugye azt súlykolja a miniszterelnök, hogy itt mindenki bevándorlik, mindenki azért jön, hogy itt éljen. Ugye, ahogy fogalmazott, hogy elvegye a magyarok, vagy most már az európai munkáját. De itt nem azért jönnek az emberek nagy része, akik azért jönnek, arra pedig megvan az eljárás. Ugye erről sokan, akár a német politika, a magyar politika, sokan beszélnek, hogy külön kell választani. Aki megélhetés miatt jön Európába, arra vonatkoznak az európai szabályok, nem telepedhetnek le és nem jöhetnek. Akik menekültek, azokat pedig be kell fogadni, erre rengeteg nemzetközi szerzés kötelezi Magyarországot is és Európa más országát Egy is. Utolsó gyors kérdés menekült témában. Ön az MSZP-nek mely szárnyához tartozik? Egyre inkább úgy látszik, hogy kezd kialakulni egy a kerítéssel kapcsolatban elfogadóbb szárny Hiller Istvánnal az éren, aki ugyancsak nem szereti a kerítést, de azt mondja, hogy nem lehet tenni jobb megoldást, illetve a másik oldalon Tóbiás József, aki számára elfogadhatatlan még ez a vélemény is. Ön melyik oldalhoz tartozik? Hiller István tegnap este itt pont az ATV-ben tett egy nyilatkozatot, tehát nincsen két oldal, egy oldal van, a kerítés nem oldja meg a menekült válságot. Ugye ilyenkor mindig vissza szoktam kérdezni, hogy most fölállt a magyar kerítés, és önmagában ez megoldotta a menekült válságot? Magyarországon most nem mennek át a menekültek, de Európa számára ez ugyanolyan kihívás, és azt gondolom, hogy Hiller István is tisztába tette ezt a mondatát. Közös európai megoldásra van szükség, olyan megoldásra, amikor ezeket a kerítéseket Magyarországon és ha bárhol emelik, le fogják bontani. Ugye a közös európai megoldás egyelőre még nem körvonalazódik, ezért lépjünk tovább a témákban. Csak érintőlegesen mi van a címlapokon? Népszava, elhagyják Egyiptomot a magyar turisták. Nagyjából egyébként valószínűsíthetően 200 magyar utas van még Egyiptomban. Illetve Népszabadság, jönnek a Kádár kockák. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a családi házaknak mintatervkatalógust készítenének. Ez azért jó, mert olcsóbb lehetne a tervezése ezeknek a családi házaknak. És nézzük meg, hogy mit ír a világgazdaság a METről méghozzá. Azt írják a MET szerződésről, hogy az adatokból azt számolható ki, hogy a METinek egyedül 2011-ben 16,5 millió eurós tiszta nyerességet hozhatott az, hogy drágábban adta a gázt az MVMP-nek, mint a versenytársai. Hogyan fordulhat elő egy ilyen helyzet? Ön ugye kikérte ezeket az adatokat, perelnie kellett emiatt. Mi látható ezekből az adatokból? Hát tragikus maga az, hogy egy ilyen megtörténhet, és az is tragikus, hogy ezt egy jogszabály segítette. Ugye 2011-ben született egy miniszteri rendelet, amely arról szólt, hogy Nyugat-Európában felelhető olcsó gázforrásokat is a magyar stratégiai tározóban lévő olcsó gázforrás, az jusson el a távhőszolgáltatókhoz, tehát jöjjön be a magyar gázpiacra és törje le az árakat, hiszen ugye elindult egy olyan energiaárcsökkenési folyamat, amit láttunk az elmúlt időszakban, ez még inkább segítette volna ezt. Ehelyett viszont a magyar villamos művek gázkereskedője nem a távhőcégeknek adta el ezt a gázt, hanem egy offshore hátterű gazdasági társaságnak, a MET ZRT-nek, és ráadásul a MET ZRT svájci leánycége hozta el a határig ezt a gázt. Tehát tulajdonképpen egy kis nyereséget tudott a magyar villamosművek gázkereskedője realizálni, de a nagy hasznot az olcsó gázból azt egy ilyen társaság tudta lefölözni. Miközben, ugye, amiről szól maga a cikk is, birtokomba kerültek olyan szerződések, hogy a magyar villamosművek gázkereskedője tudott Nyugat-Európában olcsóbb gázhoz jutni, és meg tudta vásárolni, és itt Magyarországon pedig el tudta adni. 1 milliárd köbméternyi gázról beszélünk, ami azt jelenti, hogy nem volt indokolt, hogy egy ilyen céggel összeálljon, hisz ugye az volt eredetileg, hogy ez a cég, ez az állami cég nem készült még fel arra, hogy egy ilyen ügyletet lebonyolítson. És kiderült, majd olcsóbban lehet beszerezni. És kiderült, hogy képes volt rá, tudott olcsóbban beszerezni, és a hasznot azt nem ő realizálta, nem nála jelent meg, de ami a legnagyobb probléma, hogy nem a magyar fogyasztóknál jelent meg. A mi számításaink szerint különben ebben az időszakban 2011-től 2014-ig egy 100-150 milliárdos tételről beszélünk, ami ott lehetett volna a fogyasztóknál, a magyar vállalkozásoknál, tehát nem csak a lakosságnál, mindeközben ez pedig ott jelent meg nyerességként annál a cégnél,
ahol az offshore cégek hálója mögött ott van Garancsi István, Orbán Viktor bizalmasa. Fontosnak tartom megegyezni, hogy természetesen közleményekben a MET és az MVM is cáfolja ezeket az állításokat, de ahogyan ön most elmondja, nagyon-nagyon egyszerűnek tűnik a képlet, hogyan folyattak ki a rendszerből pénzeket. Ha ez ennyire egyszerű, mint ahogy ön mondja, és ha valóban így van, akkor miért nem történt semmi büntetőjogilag ebben az ügyben? Hát büntetőjogilag az történt, hogy én 3 feljelentést tettem az ügyben, de hát Magyarországon látjuk, hogy hogy működik az igazságszolgáltatás, igen elfogultan, hogy az első feljelentésemet elutasította a rendőrség arra hivatkozva, hogy hát itt nem történt bűncselekmény, majd amikor a birtokomba kerültek ezek a szerződések, mint új bizonyíték, mint új elem, újra benyújtottam egy feljelentést, a rendőrség pedig nagyjából azzal elintézte, hogy hát én már egyszer elutasítottam ezt a feljelentést, ezért nem foglalkozott érdemben azokkal a szerződésekkel, amiket becsatoltam. Tehát sajnos ebben az látszik, hogy a rendőrség is egy elfogult eljárást, sajnos el sem indított eljárást, sőt, számon kérte, hogy én nem tudtam kellő bizonyítékot szolgáltatni, de hát én nem vagyok nyomozóhatóság, nem az én feladatom bizonyítékot De valódi adni. Nyomozati tevékenységet folytatott a rendőrség? Nem rendelt el a nyomozást, tehát elutasította a feljelentésemet. Mindeközben pedig egy ilyen hatalmas nagy nyereség mellett a MET ZRT tett jogi lépéseket, tehát nekem most bíróságra kell mennem, hiszen beperelt a MET ZRT 20 millió forintos sérelemdíjat követel rajtam, tehát miközben ilyen szép eredmények. Azért, mert nyilvánosságra hozta ezeket a megszerzett dokumentumokat. Jó hírneve megsértése miatt, és ami hát egy nagyon érdekes eleme, hogy elmaradt haszon miatt perelt engem be 10 millió forint értékben, mert hogy állítása szerint vannak olyan cégek, akik miattam az én sajtótájékoztatói miatt nem kötöttek vele szerzést, miközben Oroszországban, Törökországban indít vállalkozást, megvásárolta a Dunamenti erőművet, beszállt a magyar energiapiacra, és ennek ellenére tőlem követel pénzt. Köszönöm, hogy itt volt, van egyre, és elmondta mindezt.